Megtartották az év első képviselőtestületi ülését Bátaszéken, ahol a várost érintő fejlesztési és üzemeltetési kérdésekben is sikerült döntést hoznia a képviselőknek. Megszavazták többek között a közvilágítási lámpatestek cseréjét, a szerződést hamarosan aláírják a kivitelezővel, aki külföldről rendeli majd meg az eszközöket. És amint ez beérkezik, akkor néhány napon belül elkezdi felszerelni, és azokon a helyeken, ahol nem világít, vagy kevésbé világít, azok a lámpatestek lesznek kicserélve. Várhatóan 5 millió forint értékű megrendelést fogunk tudni vállalkozó felé nyújtani. Ezen kívül egy több mint 23 millió forintos járdafelújítási projektbe is belekezdenek, ha sikerül elnyerni a belügyminisztérium által kiírt pályázaton a támogatást. Itt a járdafelújítás ugye a Szentháromság teret, illetve a Szent István teret érinti, közel 260 méter hosszban és 430 négyzetméter felületen. Nem csak a betonkőburkolat kerül kicserélésre, hanem részben a csapadékvíz elvezetés is megújításra kerül. Ehhez az önkormányzat több mint 8 millió forint önerőt biztosít majd.